Specht József, DXN hálózatépítő vagyok. Bemutatom a világ egyik első DXN családját, a feleségemet, Valit és a lányainkat. Ismerjétek meg a történetünket! Egy egész család, és ez az egyik sikerüknek a titka. Az egész életükkel példát mutatnak. Péteriben vagyunk a csapatunk családi napján, és megraktuk a tüzet, hogy lehessen az ételeket elkészíteni. Mint amikor néhány évvel ezelőtt a DXN-t elindítottuk, akkor is elindítottunk egy tüzet. És ahogy most nekem fát kell rakni erre a tűzre, hogy később is legyen parázs, ugyanígy a DXN-ben is, a családunkban is, a kapcsolatunkban is egyfolytában energiát kell tenni, de ez így az egész együtt nagyon jól működik. Te mindig kifőzöl valamit. Hogy csípj a szemet. Olyan személyiség, akikkel érdemes együtt lenni, akikkel jó együtt lenni, és akikkel nem utolsó sorban jó együtt dolgozni. Ezek olyan kötetlen dolgok, ahol jobban megismerheted a másikat. Azt kellett megtapasztalnunk, hogy tényleg nagyon jó itt a közösség, és Józsiék ebben kulcs szerepet játszanak, az biztos. Ismerjük a Vali és a Józsi sztoriát, hogy két egyszerű munkás emberből lett két nagyszerű MLM-es vezető. 2003-tól ilyen autóbuszokkal dolgoztam, de nappali fényben szinte alig láttam őket, hiszen amikor reggel elindultam, akkor még sötét volt, vagy hogyha én álltam meg a garázsba, akkor már sötét volt este. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyerekeim vagy aludtak még, amikor elindultam otthonról, vagy pedig már aludtak, amikor hazaértem, és aztán minden megváltozott. 2009 óta még utasként sem ültem ilyen autóbuszon. 25 évig dolgoztam kórházban ápolónőként. Kemény időszak volt, három gyerek anyukájaként közalkalmazotti bérből, szívből végezni a munkámat. A DXN-nek köszönhetően ez ma már másként van. ezer tagú nemzetközi hálózatunk van, 40 országból 53 gyémánta. A passzív jövedelmeinkből ma már bárhol élhetnénk, de mi Magyarországon szeretnénk. A kávé egészséget hozott, meg hogy a szüleinkkel egyre több időt tölthetünk. Az utolsó munkanapomra nagyon készültünk, a gyerekek meglepetéssel vártak otthon. Olyan sikeresek lettek, hogy az anyukájuknak már nem kell dolgoznia többet. Tehát független emberek lettek. Ki volt írva egy óriási táblára, hogy életed leghosszabb szabija. Az, amikor hazamész és otthon vár anyu, mert egész nap otthon lehetett és főzhetett, és hazamész és apu is otthon van, az nagyon nagy élmény. Az első pillanatok kezdve tudták azt, hogy ez az ő jövőjük, ez az ő útjuk. Segítőkészek. Nem tudtuk őket fölvinni olyan szituációba, hogy nemet mondjanak. Óriási öröm, amikor másokat látunk sikeresnek lenni. Ebben az üzletben lehetőségünk van arra, hogy a gyerekeinknek egy olyan pályát adjunk, ami egy másik fajta életet fog nekik jelenteni, mint amilyen a miénk volt. Ő egy olyan ember, aki ha valamit kigondol, hogy azt szeretné megcsinálni, akkor az biztos, hogy véghez is viszi. Én a lelkesedés vagyok, Vali pedig a nagy segítség. Mind a ketten már csak a hálózatépítéssel foglalkoznak, a Valinak is nagyon-nagy oroszlán része van. 100%-os a hitük és a meggyőződésük abban, amit nap mint nap végeznek. Az ő sikerük titka az, hogy hisznek abban, amit képviselnek. Hihetetlen emberek, hihetetlenül meg tudnak érinteni, hogy nekik van a legnagyobb szívük. Mindig is szerettem segíteni az embereken, azért lettem ápolónő. Itt a DXN-ben megtapasztaltam, hogy nem csak az egészségük helyreállításában tudok segíteni, hanem olyan lehetőséget tudok kínálni, hogy ők is megtapasztalják, hogy milyen jó szabadon és függetlenül élni.
A DXN-nek köszönhetően ma már nem kell ilyen telephelyre bejárnom, sőt, semmilyen munkahelyre nem kell járnom. Büszke vagyok rá, hogy én vagyok az egyik bizonyítéka annak, hogy bárki megteheti ezt, bármilyen munkahelyről, bármilyen helyzetből kitörhet, és a DXN-nek köszönhetően felépítheti a saját szabadságát. Én emlékszem rá, hogy a főnököm itt a BKV-nál azt mondta annak idején, mikor az első utazásra készültünk, hogy egy kamerát vigyek magammal, és készítsek nagyon sok képet, mert többet az életbe oda nem fogok eljutni. Ennek ellenére a DXN-nel minden évben utazunk, és ott vagyunk a DXN családjában, akik minket mindig nagy szeretettel fogadnak és várnak. Ez a DXN.